Zen templomban sej a haj, lassan fogy a sampon. Ezt azt hiszem, hogy kiolcse közben jöttem rá, amikor körülbelül 3 hét eltéréssel voltam itt kétszer, és ugyanannyi sampont találtam a fürdőben. Elgondolkozom, hogy itt nem fogy a sampon, és azt nem? Ja, hát nem. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy én lehetek a Dharma beszéd előkészítője, és fogalmam sincs, hogy miért esett rám Csongán Szuni választása, mint ahogy neki sem volt fogalma sem, hogy miért kértem meg rá, hogy írjon egy előszót a meg nem jelent verses kötetemhez. És tulajdonképpen az egész így kezdődött, és talán előbb-utóbb ide fogok jutni a bevezető bevezetőjével, hogy valamikor tavaly novemberben, én egyébként Marti Barna vagyok, hogyha valaki kíváncsi lenne rá. Szóval tavaly novemberben odaadtam neki a meg nem jelent verseimet, hogy olvassa el, legyen olyan szíves, és ha úgy érzi, akkor írjon hozzá egy előszót. Legalábbis beszéljük meg, hogy milyenek szerint a versek rosszak vagy nem jók, ahogy Besenyő Pista bácsi mondaná. És hát tavaly november óta most jutott el odáig, hogy elolvasott néhány verset, és kérdezte tőlem, hogy biztos vagy benne, hogy egy zen szerzetessel akarsz te előszót iratni a verseidhez? Ugyanígy megkérdezhetem, hogy biztos, hogy velem akarja a Dharma beszédét bevezettetni? Mert azt mondta, hogy beszéljük a nőkről. Mert ugye az, hogy a nők hogyan ilyen-olyan pofonokkal és ilyen-olyan késztetésekkel hogyan juttattak el engem idáig, eddig a Dharma teremig, sőt addig, hogy itt gyakorolok lassan 1,5 éve, az egyáltalán nem elhanyagolandó, de hát senkinek a szempontjából nem elhanyagolandó szerintem. Mi is volt a aránylag konkrét történet? 1999-ben kezdődött, amikor is én Debrecenbe jártam egyetemre, és ott volt egy már eléggé megfáradt kapcsolatom egy barátnőmmel, akivel tulajdonképpen már kijártuk az egyetemet. És akkor nyertünk mindketten egy ösztöndíjat Angliába, és ő összeismerkedett egy fiatal emberrel, mint későbbi őszinte beszélgetésünk során ez kiderült, nagyon jól összeismerkedtek. És ettől a fiatal embertől kapott ő egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Tantra Supreme Understanding. Osótól. És ez a könyv, amit a fiatal ember kölcsönzött neki, ez valahogy eljutott hozzám. És ezt elolvastam, és akkor teljesen rákattantam erre a dologra, bár addig is jelen volt az életemben, és mindketten rákattantuk, és attól a pillanattól tulajdonképpen nem telt el sok idő, hogy egyre gyakrabban előjött a párbeszédünkben, vagy veszekedéseinkben, hogy figyelj, ez az egód, figyelj, nem ez a te egód, nem ez a te egód. Aztán meg már az irodalom elméleti dolgainkba is bele akartuk tenni, ami egyébként nem szűnt meg, persze nem Osót akartam beletenni, hanem később az irodalmi tanulmányaim során először az abszurd humort akartam összevonni a zenkuanokkal, mert az európai hagyományban, vagy az európai logocentrikus, vagy logikus gondolkodásban az abszurd humort látom egy olyan kiútnak, ami hogy el tudja pukkantani hitelesen a logikai gondolkodást, és ezáltal a transzcendenshez közelebb hozni az embert, és nagyon-nagyon hasonlónak találtam a természetét a zenkuanokéhoz. És erről találtam is egyébként irodalmat, tehát van a Fizika Taója, vagy Douglas Hofstadternek a Gödel-Escherbach, ahol a kuanoknak számomra teljesen érthetetlen módon leírja a logikai képletét és struktúrát. Én addig jutottam érdeklődés szinten ebben a könyvben, hogy Platón dialógusokat ír Achilles és a teknős között, Lewis Carroll stílusban. És ezzel próbálja minden, hogy Escher-nek a grafikáit a végtelenbe
menő lépcsőkkel, meg Bachnak a kánonjait, ami olyan, mint ha folyamatosan modulálni és emelkedne, de aztán mindig visszatér önmagába. Szóval találtam rengeteg ilyen dolgot, amit az irodalomban össze akartam a praxist és az elméletet valahogy így találkoztatni, hogy ilyen furcsán mondjam. Ez volt az első, amikor elkezdtem a zennel foglalkozni egy picikét, és később, amikor Tom Stoppard alkimiáját szerettem volna megjeleníteni, ezt már a PhD-m során, amit nem fejeztem be, mert rájöttem, hogy bármeddig osztom ezek a dolgokat, olyan, mint egy vita, ami semmire sem jó, végső soron csak osztja a dolgot, és nem jut el egy egységhez. Na, de ott kezdtem el a történetet, hogy a nők. Ezzel a hölgyel, akivel Debrecenben akkor, mikor visszajöttünk Angliából, szerencsésen szakítottunk is, azóta eltelt ugye 16 év. Nekem közben volt egy másik barátnőm, akivel tulajdonképpen nagyon-nagyon sokat nyomott a latba az, hogy összejöttem. Nem az, hogy tetszett is, meg okos volt, de volt egy bátyja, aki olyan volt, mintha ilyen tanítóféleség lenne. És engem nagyon érdekelt akkor egy olyan ember, aki úgy hitelesen meg tudja mondani a frankót, hogyha éppen egy tábortusz körüli darma küzdelembe bonyolodok véletlenül vele, vagy nem bonyolódok, hanem megtörténik ez a szellemi kapcsolat. Ezzel a lányal is vége lett a kapcsolatnak, elég sok verekedés, meg mindenféle küzdelmek során, nem mennék a mocskos részletekbe, senki részére nem lenne semmi élvezetes, ez sem fair. Lényeg, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig, általában minden ex-barátom, és nagyon hálás vagyok nekik azért, hogy fontos dolgokat sikerült az életemben ide-oda elmozdítani. És akkor évek múlva, amikor éppen egy friss kapcsolatom delén voltam, megláttam ennek az igencsak kirándulásos kapcsolatnak, ami még Debrecenben volt, megláttam egy posztját az interneten, és rákattintottam. És idejöttem egy másik ex-barátnőmmel, aki kocsival hozott engem ide, és mikor találkoztak a régi ex-barátnőmmel, pillanatok alatt nagyon jó nexus alakult ki köztük, nem tudom, hogy wifin hirtelen mit, milyen infókat adtak át egymásnak, mind a ketten nagyon bejöttek egymásnak, és számomra meg inkább jó érzés volt. Néha egy picit elgondolkoztam, hogy milyen is ez, hogy itt sétálok körbe-körbe, és van ebben a körben két lány is, aki nagyon-nagyon fontos része volt az életemnek, és tulajdonképpen a mai napig nagyon fontos része az életemnek, hanem is úgy. És hát így nyúlt át egy tulajdonképpen 16 évvel ezelőtti félrelépés, egy 16 év múlva egy olyan jelzésbe, ami idehozott engem, és mint mondtam, lassan másfél éve gyakorolok, és nem mondom, hogy mindig jó, de valamiért úgy visszatérek, már azt hiszem hatodjára, és bár szerintem az én példám tulajdonképpen csak azt mutatja, hogy az igazi méreg, nem az igazi méreg, hanem az igazi gyógyszer, keserű, és az igazi út olyan, mint ha visszafele vezetne. Azért folyamatosan próbálgatom, és ez egy olyan dolog, amiben érzek egy olyan perspektívát, hogy pillanatról pillanatra feltárul valami, ami nagyon-nagyon fontos valamiért az életemben, ugyanúgy, mint a szerelem, ugyanúgy, mint a halál, hogy honnan jöttünk, hova megyünk. Hát ilyen közhelyek tulajdonképpen, de azt hiszem, hogy talán mindenki hasonló dolgokra keres itt a választ. Nagyon sok lábjegyzetet mondtam már így is, a lábjegyzetekhez is, amiket nyitottam. Köszönöm szépen. Ha bármilyen kérdésetek lenne, akkor ne nekem tegyétek fel, hanem majd Csongán Szunimnak. Köszönöm szépen.